Pincehéj rajtal vette kezdetét a tamási kerékpáros napok. A szombati verseny alkalmával az U13-as lányokra és fiúkra, valamint az U15-ös lányokra Pincehely-Gyönk útvonalon 16,7 km megtétele várt, tudtuk meg a versenyigazgatótól. Az ország különböző pontjáról jönnek ugye a versenyzők, ugye az országos bajnokságról beszélünk utánpótláskorú gyerekeknek, egészen az U13-as korosztálytól az U19-es korosztályig. Ez azt jelenti, hogy ugye 18 éves fiatalok fognak vasárnap délután már tekerni az országúton. Valóban a Tamásiban a kerékpáros életnek meg a kerékpársportnak hatalmas hagyománya van. Maga a Tamási kerékpáros napok most már talán az egyik legrégebb óta megszervezett esemény Tamásiban. Mi a szervezést, azt 4 éve kezdtük el. Én azt gondolom, hogy nagyon magas minőséget sikerült elérnünk, ez az is fémjelzi, hogy az országos bajnokságot megrendezhetjük, és az idei évben most már 130 fölött van a gyerekek száma, akik neveztek a versenyre. Ugye nyilván csak licenszes versenyzők indulhatnak, tehát akik hivatalosan is sportolók, valamilyen egyesület leigazolta őket. A kétnapos utánpótlás országúti verseny útvonalainak kialakítása gondos körültekintéssel zajlott. Hát egyrészt nagyon fontos, hogy az aszfalt minősége megfelelő legyen, hogy a távokat megfelelően tudjuk kialakítani, de hál' Isten azért, mivel ennek a versenynek mondom nagy hagyománya van, nekünk viszonylag könnyű dolgunk van, hiszen ez a Tamási Iregszemcse Nagykonyi Tamási kör, ez tradicionálisan az utánpótlás bajnokságnak a nyomvonala vagy vonalvezetése, de mindenképpen fontos az, hogy minőségi aszfalt legyen, tudjuk biztosítani, kapjunk rá engedélyt, a rendőrséggel is tudjunk együtt dolgozni az adott útvonalon, és a legfontosabb szempont a biztonság. Mi mindig arra törekszünk, hogy inkább túlbiztosítsuk a rendezvényt. Jelen pillanatban, ha jól tudom, akkor 6 motoros rendőr, 2 rendőri autó, valamint további civil, tehát olyan rendőrök, akik posztolni fognak, biztosítják. 13 biztosító motor fog a mezőnnyel haladni, és nagyon-nagyon sok rendezői jármű, illetve nyilván kísérői jármű. Részleges útlezárás mellett dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy elől halad egy rendőrautó, hátul pedig egy másik, és a kettő között hermetikusan zárjuk a versenyzőknek az útvonalat. Az első nap második etapjában a haladó fiúk és a serdülő lányok álltak rajthoz, akik számára már jóval hosszabb táv volt kijelölve. 56,4 km megtétele várt rájuk. A hétvége második napján is bringásokkal teltek meg a Tamási körüli utak, amikor a Tamási Iregszemcse Nagykonyi Tamási kört kellett korosztálytól függően 3, illetve 4-szer megtenniük. Tamási versenyzők neveztek, úgyhogy rendkívül örülünk neki, úgyhogy Farkas Feri csapata itt lesz, képviseltetik magukat, U15-ös korosztályban fognak a mezőnyversenyben részt venni, illetve a pálya országos bajnokságon, ami pedig hétfőn kerül sor. A támogató hozzáállás mind a város önkormányzata, mind a helyi vállalkozások részéről megvolt, akik nélkül nem jöhetett volna létre az országos bajnokság Tamásiban. Régóta egyeztetünk már a helyi üzletláncnak a vezetőségével, ők folyamatosan támogattak minket, nagyon szoros együttműködésben voltunk mindig is, és már korábban felmerült talán tavaly decemberben annak az ötlete, hogy mi lenne, hogyha ezt a megmozdulást egy kicsit színesebbé tennénk, úgyhogy ez nekik köszönhető egyébként, hogy a Delta itt fog zenélni nekünk a mai nap, illetve egy motoros kaszkadőrsót lehet még majd figyelemmel kísérni. A rendezvény központ és az esemény nagy részének a lebonyolítása pedig az ő parkolójukban kerül lebonyolításra, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ügyvezető úrnak is innen is köszönöm, hogy ilyen konstruktívan és jól tudtunk együtt dolgozni. És én azt gondolom, hogy ez már csak jobb lehet majd a későbbiekben. A versenyzők között voltak, akik már rutinosnak számítanak az országúti szakákban, de akadtak olyan fiatalok is, akik 5-6 órát utaztak azért, hogy kipróbálják magukat ebben a versenyformában is. Ez az első mezőnyversenyem, úgyhogy igazándiból izgulok. Inkább montizom, mint országútizom. A Tamási üzletlánc számára fontosak azok a helyi egyesületek, akik aktivitásra bírják az itt élőket. Sok esetben az üzlet környékén biztosítanak helyet egy-egy versenynek. Így volt ez a hétvégi utánpótlás országúti bajnokság kapcsán is, mondta el az ügyvezető. Hosszú évek óta úgy gondoljuk, hogy a sportra való nevelés az egészséges életmód része, és hát az egészséges élelmiszerek mellett nagyon fontos az, hogy kikapcsolódjunk, mozogjunk, ezért szerettünk volna helyszínt biztosítani ennek a Tamási kerékpáros napoknak, és hát örülünk, hogy megrendezésre került. Azt gondolom, most már így a
a verseny végén, hogy sikeres volt ez a rendezvény. Két napos volt, tegnap is voltak versenyek, mai nap is. A tegnapi napon pedig egy záró koncert, illetve egy motoros kaszkadőr show-val próbáltuk ide csalni minél több érdeklődőt. Úgyhogy kijelenthetem, hogy sikeres volt ez a rendezvény. Évek óta kiemelt szerepet játszik nálunk az, hogy a sportra való nevelést ösztönözzük. Az azt jelenti, hogy kapcsolatban állunk egyesületekkel, sportcsapatokkal, így a Tamási kerékpárosokkal is, az Aktív Tamási Közhasznú Alapítványa vagy Egyesülettel, és hát most az ő segítségükkel sikerült ezt a közös rendezvényt összehozzuk. A Tamási Kerékpáros Napok első versenynapjához amatőr távok is kapcsolódtak, a szervezők ezzel szerettek volna ízelítőt adni a versenyzésből. Volt egy amatőr bajnokság, azon részt vettem, és le kellett tekerni három távot, az megvolt, úgyhogy azt gondolom így próbáltam példát mutatni a többieknek. A mai napon pedig a sportigazgatói autóban kaptam helyet, és hát a délelőtt, illetve délutáni versenyen is nyomon kísérettem, hogy hogyan is zajlik egy ilyen verseny belülről, és hát nagyon sok gazdag élménnyel tudok távozni, örülök, hogy részt vehettem. Azt gondolom, hogy kifejezetten azt mondhatom, hogy szeretnénk egy hagyományt teremteni, és otthont adni a jövőben is ennek a rendezvénynek. Aki limit idő alatt teljesítette a kis, közép vagy hosszú távot, ők díjazásban részesültek.